Sziasztok és üdvözöllek titeket a következő hashtag unboxing videóba, mert srácok, nagyon-nagyon tetszett nektek az első Minecraftos unboxing videónk is. Emlékeztek rá? Nagyon-nagyon menő Minecraftos figurákat bontottunk ki, és nagyon-nagyon tetszett nektek a Robloxos zsebomacskás, unboxingos, királyságos, kicsomagolós mindenség. Úgyhogy már volt ez a két videónk, ha nem láttad, akkor csekkod le, itt a kártyáknál megtekinteted, és képzétek el, hogy annyira tetszett a játék forgalmazójának, hogy úgy döntött, hogy küld nekünk még egy nagy királyságot. De itt, amikor azt mondom, hogy nagy, akkor tényleg nagy dologról beszélek. Nagyon nagy dologról. Ki látja itt a sarokba? Ennyit mutattam belőle. Tipp mi az? Most kommentben lehet tippelni. Nagy dolog, ő a Minecraft koronázatlan királya. Mondhatni így. Ja. Na, szóval ki az? Nagy, erős és fúj, nagyon király. Na mi az? Mi az? Leírtátok kommentbe? Tényleg megvárom, mert itt van alattam a komment szekció. Aha, ott már látom. Na, te voltál az? Hát akkor. Így van. Egy óriási Ender Dragon. Mindenféle királyság. Egy óriási Minecraftos Ender Dragont kaptunk. És még van itt egy doboz, váltok. Nem tudom, mi van benne. Esküszöm, nem. Vagyis ide már az van írva, hogy kliplás. Úgyhogy valamilyen klippes, ilyen felakasztható splash. Splash az meg ilyen kis, mi az? Plüss. Kezdjük azzal, hogy az Ender Dragont összerakjuk, mert milyen majestic, már csak ez hiányzott az én gyűjteményemből, ugye tele van már mindenféle Minecraftos királyságos figuráim is vannak, meg vannak nagyon király Robloxos figuráim is, meg van most már egy Ender Dragonom, úgyhogy srácok, kinek van ilyenje? Ha ki szeretne ilyet, annak leteszem a linkét a leírásba, csekkoljátok le, azon a linken megvásárolható. Ó, boy, mekkora nagy is, milyen jól néz ki. Olvassuk el! Minecraft Ender Dragon figuráová posta vická! Így van. Aj, itt től az Ender Dragon a vállamon. Na, szerintem bontsuk ki. Amondó vagyok, hogy hozzuk ide a hashtag zamboxingollót. És nézzük meg, hogy hol van lekötve, bekötve. Az biztos, hogy itt van, de mondjuk nem ezen fog kinyílni. Na, álljátok, csak nem akarom széttépni, de lehet az lesz. Mert annyira jó ez a doboz, de... De másképpen nem fogjuk ki tudni szabadítani az Ender Dragonunkat. Na várjátok, levágom itt ezeket, mert akkor már a szárnyát, szegénynek le van kötve a szárnya, biztos fáj. Hopp, már fel is nyillott az egyik része, hopp, a másik része, hopp, meg még egy része, új, meg a torka is meg van szorítva. Hát nem itt, kedves Ender Dragon, nem itt, kedves Ender Dragon. Amúgy tudtátok, hogy hívják? Megsúgom nektek, Endre az Ender Dragon. Hashtag Endre az Ender Dragon. Majd aztán, oly Karcsi eltűnt amúgy a háttérből, én most látom. Na mindegy, mindjárt előszedjük. Endre már itt van, Endre feje kikandikál. Még várjatok, valahol le van kötve Endre. Oly, itt hátul is meg van kötözve szegény. Jól megkötözik ezt az Endrét. Nehogy elszabaduljon itt utazás közben. Oly, ez valakit letámadjon. Mert azért kiölte már meg az Ender Dragont a játékba. Itt full fair play-be, tehát nem az, hogy kreatíva beadoltál magadnak mindent, aztán azt mondtad, hogy te vagy a Minecraft királya, hanem úgy igazából. Ki az, aki saját két kezivel leverte az Ender Dragont? Bevallom nektek őszintén, nekem egyszer sikerült, unokatesómmal addig Minecraftoztunk, amíg meg nem öltük az Ender Dragont. Na most az van, hogy ezt így jó lenne nekem itt hátulról látni, mert kérlek, nehogy valami baja legyen Endrének. Mert ha baja lesz Endrének, ó, te jeez. Oly, itt is van egy ilyen. Hát igen, ezt most jó nézni, igaz Gergő, ahogy szenved kimondani. Izgalmas. De esküszöm nektek, nagyon jól fog kinézni. Már most látom, a farkincája itt külön van csomagolva, azt sikerült kiszabadítani. Tessék, egy Ender Dragon farok.
Oly, de jól néz ki. Azért milyen jól állítható meg minden. Na, várjatok akkor még egy kicsit. Már azt nézem, hogy itt... Jaj, de még szegénynek a lábai is le vannak egyesével. Jaj, Endre. Oly, meg még a testén itt már belelátok. Na, várjatok, kibontom és aztán jelentkezem. Oh boy. Nem volt egyszerű. De kit érdekel. Ezt nézzétek, itt van Endre, az Ender Dragon. Ender Dragon, ki hogy szereti mondani. Itt is van az óriási nagy pofájával, fejével. Oj, még a szája is becsukódik. A nyaka is mozog, és akkor tegyük fel természetesen a farkát, mert így elég érdekesen néz ki. Így felillesztjük neki. Mint tudjátok, a Mici Mackóba fülesnek, leki is lejön mindig. Ja boy, ezt nézzétek, mennyivel jobban néz már így ki. Azt az eget, de király. Mindene mozgatható, lábai, kezei, nyaka, farka. Vajátok, meg tud állni az Ender Dragon két lábon? Meg hát! Oly, de király. Ja boy. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de már ezt mondtam, hogy imádom az ilyen gyűjthető makett dolgokat, és ez mennyire jól néz már ki. A Minecraftból az Ender Dragon is, nézzétek milyen jól ki van dolgozva mindene, tehát gyönyörű, szép, nagyon jó minőségű, és óriási nagy, nézzétek már a fejemhez! Yeah boy! Itt van Endre! Karcsi, meg képzétek el, elrepült, mert megijedt Endrétől, igaz, hogy egy kacsa, de elrepült Endrétől. Majd csak visszajön, mert Endre ő egy jó Ender Dragon. Ő már legyőzött, ő már nem akar senkit bántani. Biztos. És itt is van a következő doboz, amiben én még nem néztem bele, úgyhogy most ti fogtok először. Na, mik vannak benne? Várjatok, kitalálom. Aha, ez egy plüss. Én még nem láttam milyen, remélem jól mutatom a kamerába. Mit formáz? Várjatok, becsukom a szemem. Jó, remélem a kamerába mutatom. Van két füle. Van négy lába, tehát ez valami állat. Farka nincs. Milyen olyan állat van, aminek van négy lába? Astal, de nem szép. Na, szóval, hogy van füle, várjátok. A malacnak hosszabb lenne a teste. Ez valami kicsike? Na jó, megnézem. Egy mushroom! Egy baby mushroom! Azt a kulcstartó! De jól néz ki! Yeah boy, baby mushroom clip plush. Mondtam nektek, yeah boy, itt az egyik, de úgy éreztem én, hogy itt van több. Úgyhogy szintén benyúlunk. Na mi ez? Ah, ez egy malac! De cuki istenem, nézzétek már, de aranyos az a fej. Annyira bírom a malac fejét a Minecraftból, olyan kis izéje, mint egy malac. Jó, a többit azt megint nem nézzük, kiveszünk megint egyet. Van még? Még van. Jó. Na, figyeljetek, van teste, megint nincs farka, de ennek füle sincs. Na várjatok, bárány? Eltaláltam! Egy baby fehér bárány! A bárányok fejét is imádom, nézzétek már! Sziasztok! Nem tudom, mi mást akartna mondani. De király mód! Na, még van benne egy utolsó szembecsuk. Ugye? Igen, ez utolsó, most már megnézem. Még volt benne egy! Nem baj, itt van a kezemben, ezt még nem láttam. Ez egy színes, ez egy lila bárány, na nézzük ezt. Húha, ennek kicsit hosszabb a hátsó test. Vajtok, hol a feje? Na most, na jó, ezt megnézem mi. Á, erre nem jöttem volna rá. Mondom, de furi, ez egy nyuszi, és még itt van egy bárány is. Ezt nézzétek, itt van egy lila bárány, és itt van egy csuki mezei nyúl, egy baby yellow bunny clip plush, ez pedig egy baby purple sheep clip plush. Plip. Na, szóval, van egy cuki bárányunk, van egy cuki nyuszink, van egy cuki, mi ez? Pig? Mi ez már? Malac? Van egy cuki bárányunk, meg tudom fogni egy kézbe, és van egy cuki mushroom. Ne! A mushroom elrontotta! Na, ide teszem őket Endréhez. Meg van egy nagyon-nagyon menő Endrénk. Tehát azért azt ne hagyjuk ki. Ide körbeállják Endrét. Endre védelmezi őket a gonosz emberektől. Sőt, ez megüli Endrét.
Yeah, boy! Na jó van, srácok, szerintem mennyi is lett volna ez a videó. Ezenek a linkét leteszem a leírásba, lecsekkolhatjátok őket. Zseniális. Zseniálisan király, én imádom ezeket, nagyon-nagyon jól tudjátok. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor ne felejtsetek el egy óriási like-ot nyomni, megiratkozzatok fel, csatlakozzatok hozzánk, mert itt minden egyes nap van 18 órakor valami királyságos videó. Úgyhogy srácok, ne felejtjétek el, találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Ha szeretnél még unboxing, zsákbamacska, gameplay vagy bármilyen videót, várom kommentbe az ötletet. Még egyszer, gyere, csatlakozz hozzánk, itt minden nap van videó. Király vagy. Sziasztok!